Na, most azért úgy eldolgozgatnak. Oké. Egyébként is feladat, hogy növeljük az értékünket folyamatosan. És hát ki vagyok én, hogy ezt, ettől a feladattól megfosszam őket, tehát most pörgetjük az időt. Gyártunk. Azt hiszem most van hova pörgetni az időt, nem? Felesemre gondolj, hogy mekkora lenne a profitot, hogyha nem menne az a két hatalmas helyiség át, ami csak viszi a rezsit. Neked ez a mániád, hogy viszi a rezsit, azt izé 1400-1500 körül megvan. A rezsit szerintem jobban viszi az, hogyha nem csinál semmit. A ragasztóasztalra kerek is. Szervíz? Igen, igen. Rakunk a ragasztóasztalra szervizet. Csörög a telefon. Aki kell hív, vagy kicsoda? Hát csak dumált egyet, semmi. És szerintem, hogyha ezt a kettőt leadtuk, akkor utána kihúzhatjuk a területet, tehát hogy átalakítjuk, hogy csak ilyen polcos rendszer legyen, és utána meg elkezdhetünk dolgozni a bicikli projekten. Egyébként a salgópolcot nem értem, miért raktál oda egy folyosót, mert a hátuljában nem tudom be, tehát ez egy oldalról belepakolós, ha megnézed, mert ott van az a kis fém, ami lezárja egyik oldalról. Ja, értem. Jó, majd legközelebb akkor úgy mozgatjuk. Ne aggódj, én se értem mindig, hogy mit miért csinálok, de rajta vagyok. Illetve ők dolgoznak, én nem vagyok rajta annyira. Szerinted? A körfűrészből kevés van. Szerintem igen. Azt mondja, hogy melyik a csak... Hát az egyenes fűrészre gondoltam persze. Te is, nem? Igen, de hogy így... Az, ennek a becsületesen az körfűrész. Mert egy köralakú tárcsa, ugyebár amivel felfűrészelsz. Ami meg kört képes vágni, az a szalagfűrész. Logikus. Na mindegy, beraktam még egyet, hogy tudjanak még többet. Hát még többet tudjanak ilyen egyenes vágni. És egy ragacsoló asztal esetleg? Nem kell, mert jelenleg a fűrészek annyit tudnak vágni, amennyit a ragacsolós asztal lehet tud készíteni. Jó van. Pont. Tehát 2,5 körfűrész lát el egy ragasztóasztalt. Azért mondtam, hogy lerakok még egy körfűrészt nekik. Hát talán vidámabbak lesznek és jókedvűek. Hát szerintem, hogyha fizetésemmel is adnál nekik, attól még vidámabbak lennének. Az lehet, de nincsen rá opció. Ha lenne, akkor se élnél vele. Hát igen, ez a másik, hogy ezért a munkáért. De úgy látom, hogy azért rakosgatják össze itt a dolgokat, tehát, hogy... Na, már csak ragasztás van.
Nem, összeszerelés is. De nem baj, mert ott a másik asztal, és annak is lehet csinálni a dolgait. Ha nagyon ráérnek. Alul szépen lehet látni, hogy milyen feladatok vannak kiosztva, és 4 és 6 között változik a munkaigény. Na, és a kedvenc székes, hogy ilyen komódunknak arra hogyan változik az idő görbületében jelenleg? A téridő görbületben? Igen. Egyelőre 1360 és esik, úgyhogy ezt eladjuk, aztán majd utána meglátjuk, hogy mi van. Ezt így nagyon gyorsan eladjuk, amíg nem változik lefelé az ára nagyon. De addig legalább motorikus asztalkát tud gyártani. A ragasztásnak egy kis karbantartás nem ártana. Van egy olyan érzésem egyébként, hogy a karbantartás sok mindennek nem fog ártani. Hány kanyarvágó asztalunk van? Kanyarvágó egy. De szerintem most nem kell több. Szerelgessék szépen össze. A fémalkatrészek megvannak, csak össze kell rakni. Tehát, hogy előkészítettük a fémalkatrészeket. Uh-huh. Nézzük a marketen, hát valami izgalmas. Sose fogjuk leüríteni így a fa területét. Mert azon dolgoznak, mert a lapot csinálják hozzá. Kinézni szabad. Jelenleg ugye van a faló, amit festeni kell. Meg van a bicikli, amiben van minden is. De a festéshez nincs gépünk. Melyik ez? Paint Station. Ez a festőasztal. Nem gondolkodok, hogy... Mi lenne, hogyha a festőasztalt ide a késztermékhez raknánk? Nekem erősen olyan befejező szagú a festőasztal. Pegasztom, azt az elején szokták. Jó, azt mondja, hogy move. Nem tudom, hogy hol... Várjál, ragd már át, hogy lássam, hogy... Hogy? Állítsd meg az időt, Pala, mert most csak a pénzt veszíted. Dehogy nem, hát csinálják közben a... ezért. Ó, tényleg, bocs, elnézést. Order... Pipa. Ja, semmi, hát beraktam még két olyan szekrényt magunknak. A ragasztás is arrébb rakod egyébként, vagy az ott jó helyen van? De igazából nem sok jelentősége van, de levehetjük így. A ragasztást azt inkább úgy érdemes elhelyezni, hogy... Így a sorok között ragaszgatunk, és akkor lehet még egy ragasztóasztalt lerakni. Hol van? Nem lehet, mert belelóg. Hát nézd meg, akkor úgy bele fogsz lógni, öcsém. És hol a billboard? Az asztaloknál.
A salgópolc mellett. És a ragasztást egyik. Másik. Oké, ragasztás is. Billboardolva. Nem mondhatod, hogy nincs fejlődés. Meg elnézést kérek, én teljesen elégedett vagyok. És akkor lassan elkezdhetünk dolgozni a receptjén a hintalónak. Egyenes vágás, egyenes vágók. Amarógép, ami kellett, meg a festőgép. Igen, meg kell határozni, hogy az olcsóból nem jó neki, az egyel drágábból nem jó, csak a rohadt drágából. Nagyon rendes. És akkor execute. Prió föl. Nézd meg, és ott már készülnek a színes festett lovacskák. Paci. Paci. Azaz. Mert hogy nem kell összeszerelni őket, tehát nincs útba a dolog. Ez úgy jól el vannak külön-külön. És akkor a festés mint befejezési művelet, az ott jó helyen is van. Na, megint valami agygombát kaptak. Nézem, hogy melyikbe van még. Nem lehet, hogy koronavírus. Ez olyasmi, de nem abba volt. Én látom, aki a Fajugáló résznél van egyedül, és copba köti a haját. Hát nem. Most ment be a kávézóba. Hát... Nem. Egy konty. Basszus konty. Azt mondtad, hogy copf. Igen. Nézd el nekem, 12 óra munka után azért már. Na, és mire befejezzük a hintalovakat, addigra befejezzük az asztalokat is kb. Készen vannak a hintalovak, deliver. Market. Nem fog jelentős mértékben esni vagy csökkenni, úgyhogy az is mehet kifelé. 14 ezer. Nem az volt a pénz, hanem majd ezek az asztalok. Tudod, az elektromotoros asztalok, amit... Igen, abban 14 ezer fog bejönni. 15 ezer, ja. Na. Idő le, és nézzük valami cuki projektet. Idő le, és nézzük, hogy mit tud ez a marketing. Ez több feladatot tud adni. Összeszerelő specialista, műanyag specialista, fém specialista. Több munkás, vagy jobb fa még munkálás. Hát nem, fa specialista. Upgrade-elhessük őket fa specialistává, nem? Aha, úgyis olyan kevés fát szoktam megmunkálni. Igen, azért gondoltam, hogy... És akkor rögtön nézhetünk nekik egy... Ez most leesett az ára ennek, mondjuk ebből még azért lehetne csinálni profitot. Ne. Hogyha ott X-es, akkor az meg fog szűnni. Aha. A számítógép asztal? Nem nézem, hogy...
melyik a számítógép asztal neked? Hát, amelyek ilyen nagy fak, a jobb felső. Az jobb felső. Irodai asztal, és esik az ára jelenleg. Mondjuk egyre többet tudnak megvenni belőle. Mennyire? Elég bonyolult ahhoz képest, hogy esik az ára. Fotej nem. Ennek megy föl az ára. 268, és az meg fog szűnni, de ez nem. És mennyire bonyolult? Hát nem nagyon. És ha a szánkók? Várjál. Egyenes vágás. Abba jók vagyunk, ugye? Csak nem bírok rákattintani a megfelelő. Egyenes vágás. Marógép. Ajaj. Nem tudunk lapot csinálni. A fém megmunkáló részleget bővíteni kéne egy lapítóval. Nem sajnálom rá a pénzt. Szerintem hosszú távon amúgy is kellett volna. És a fém megmunkáló részlegen egy hajlítógépet is szeretnénk elhelyezni. Igen. Meg oda középre, oda hátra be egy virágot is szeretnénk elhelyezni. Ha már itt vagyunk. És akkor tovább lehet tervezni. Az összeszerelés az összeszerelő üzembe fog történni. És körvágóból meg egy elég, ami egy egyenes vágás. Ott van egy extruder, ne hülyéskedj. Lehet extrudált fémet is használni. De így használhatom a körvágót is, az új körvágónkat, jó? Én kérek elnézést. És akkor alapanyag szinten erősebb terméket kéne csinálnunk ennél olcsófa. Olcsó fa, olcsó fém. Ez fémből nem lehet olcsó. Okod, drága fém. Jó, és erre mennyi volt az igény? 44, akkor egy 20-ast. De ne feledd, hogy raktárkitöltet is alakítsák ki a fém megmunkáló mellé, ahova teszel salgópolcot. Várjál, igazad van. És hol volt ez a zóna? Köztes termék, link, azt, meg link, azt. Bepolcoztam. Szuper. Szerintem nem lesz egyébként a dekor, mínusz 15-be vagy, oda még majd le kell rakni. A fémek munkáló részleketbe. Egy virágláda már van, az már csak 20-at ér. Igen, és így plusz 5. Oké. A fa megmunkálás viszont mínusz 16. Olyan is van. Hát már minden van benne. Akkor egy vízautomatát. Az is van. A 15-öt az még attól érni fog. Jó. Dobd oda hátra, mi az Istennek rakod oda? Mert így szexibb. Oké. Jó.
Ez ilyen, nem tudom, a hordozható tűzhely. Az a neve. Hát, a magyarul az. Szerintem az egy grillsütő. Szerintem ez egy grillsütő. Mennyi? Valaki még ébren van egyébként a cseten? Hát gondolom, már mindenki alszik, hát figyelj, már fél egy van. Nem is váltok ki erre szavazást. Teljesen fölösleges. De megtehettem. Figyelj, nem baj, mi elkészítgetjük így a dolgokat. Get reputation, rank 3 van klient. Oké, tehát, hogy amúgy kliens melókat kéne csinálni már. Tudod, challenge-eket. Igen, de az IKEA-s csávó nem jelentkezik, pedig annak egész jó kis kontraktői van. Ott van az IKEA. Ó, nézzük. Mit szeretne akkor? Hallgatjuk. Perdevágott fát. Abba jó vagyunk már. Igen, egyenes vágásba és perdevágásba is. Nem jó. Fém. Csak a fémből elég jó neki. Majd mindjárt megnézzük mi azt, jó? Ne fossá be. Azt mondod, hogy csak a fémből jó? Igen. A fémre kéne egy ferdevágás. Uh-huh. Meg egy latézás. Oké. Okay. Az ülésre ez kéne, és akkor az egyenes vágás, ragasztás, összeszerelés. Ez viszont nekünk akkor is jó. Egy új gép kell hozzá, de különben. Egyenes vágás, ragasztás. Vedd már ki azt az egyetlen nyomorult asztalt a történetből, mert az zavart meg az egyenes vágásnak a kiválasztásakor. Várjál, ne zavarjál meg. Oké. Okay. Összeszerelés. Igen. És akkor ez drágább, nem olcsóbb vasból is elég, vagy nem? Az egyiknek drágának kell lennie. Pont. Pont teljesítjük. Igen. Van nehéz gépünk, ami tud 100%-ban vágni cikcakba. A dekorra majd figyelni kell akkor annál a szobánál már megint. Igen, 15 darab, és azt hiszem ez a fontosabb. Na most van elég meló, most föl lehet venni egy embert. Megvárom, hogy... mennyire áll be a rendszer. Ellátjuk itt az IKEA-t bútorokkal gyorsan. Hajrá! Valami dekort rakja le a fémmel munkálóba, mert ott baj lesz. Egész szépen megy. Még az a szék az igencsak furcsán néz ki, de figyelj, az IKEA tudja. Hát tudod, az IKEA-ban vannak ilyen furcsa cuccok, mindig is voltak. Itt az ideje, hogy igyak egy kis szamóca ízű limonádét. És nekem nem is adsz.
sarki boltos adta be nekem, még délbe, kóstoljam meg, hogy van-e értelme ilyet tartani, mert ő nem biztos benne teljes mértékig. Én vagyok az üdítő teszter. Úgyhogy tulajdonképpen a sarki kisboltosunk is hozzájárult arra, ahhoz, hogy ne hallják Szomjani előadás közben. Cserébe bemondhatnád a pontos nevét. Mondjad? Cserébe bemondhatnád a sarki boltosnak a nevét, oda helynek a nevét, nem tudom, hogy... Már hogy a sarki bolt a Gyurival? Hát, szerintem tök mindegy. De így a lelkiismereted már tiszta. Nekem eddig is az volt, hidd el. Na, már 5 szigeteken legyártottak. Egészen jó haladnak, tehát, hogy... Hát mert hogy ahogy a fémalkatrészt el tudja kezdeni, gyártani, várjál, mondjuk lehet, hogyha beállítottam volna az új gépet, hogy oda rakhassa a raktárba. Az... gyorsított volna a helyzeten. De lehet, hogy nem. Mert nem köztes alkatrész. Mindegy. Biztos, hogy nem IKEA-s cuccot csinálunk, mert össze is rakjuk. Az IKEA csak alkatrészeket gyárt, nem rakja össze. Vagy lehet, hogy mégis, csak szétszer, csak utána szétiszeli. Azt mondod, hogy ilyet csinálna az IKEA? Meglepne. Persze, hiszen érted, ki kell próbálni, hogy összeillik-e. Mindenképpen. Nem ám precízen gyártani, és utána, ha precíz a gyártás, utána már jó. Na mindegy, hát mindjárt kész az IKEA-nak a széke. Mondjuk nem mondom, hogy nagyon megelőztük az elvárt időt. Igen, ez az nem mennék elégedett, srácok. Egyre nagyobbak a távolságok, amit befutnak. Igen, igen, igen. Jót tett az a sebesség upgrade. Hát meg az, hogy mondjuk így azért vannak ajtók, amin keresztbe kasul át tudnak menni. Viszont egyre azért... Már csak eléggé kevéssel vezet. Jó, hát még kibírja a szervíz, úgy érzem. Tényleg egyet nem csinált meg. Nem, dobjad ki a maradékot, nem vitt el az IKEA. Meg csinálok én pénzt a szabad piacból, ha már belőletek nem lehet. Na nézzük tényleg, ha már szabad piac. Van valami érdekes a szabad piacon? Ami felkiáltójeles, az már megszűnőben van, mi? Aha. Hát amit most gyártunk... De azok helyre lesz új. Jó, de mondom, amit most gyártunk... Uh-huh. Azt még gyárthatjuk, akár mert megy fel az ára. Csak a kereset csökken iránta. Hát na jó, de hát most még egy, szerintem egy tízes még legyárthatunk. Basicből nincsen valami érdekes? Hát a vasvillának megy fel az ára, de lassan nem kell senkinek. Vagy már nem kell. Gördeszka? Gördeszka, annak éppen most megy fel a...
Vagy van az a pici, az a, van az a pici komód, vagy ilyen éjjeli szekrény is. De jó, a gördeszka jó. Akkor gyártsunk gördeszkát. Na. Akkor most van feladat kiadva. Azért ez a, az éjjeli szekrénye is. Éjjeli szekrény. Aha, a Basicnél volt egy ilyen pici kis szekrény. Tervezzük le. Aha, léci. Na, körvágás, ami egyenes vágás. Majd cikcakvágás. Az egyenes vágás. És 7-tel oszthat, nem 8-tal oszthatót kell csinálni. Mert látod, ott plusz 7 termelődik, ott a legfelső ágon látszik. Hogy... Ja. De plusz 1 mindig termelődik, ahogy elnézem, na mindegy. Jó, de hát akkor 30 lesz csak 28, az nem gond. Egyenes vágás, összeszerelés. Egyenes vágás, ragasztás. Egyenes vágás, ragasztás. Összeszerelés. Igen, choose materials. Ocofa. Ocofa. A kettő legyen a drága. A kettő legyen a drága. Hát ez... Nem akarlak elkeseríteni, de nem tud ez annyira drága lenni. De meg kell tudni csinálni elvileg. Jó, csak nem 3 forint 25 fillérből. És ilyenkor miért nem mutatja, hogy mennyibe kerül az egy darabja? Ott vannak a... Ott a fejednél van az a 3 fül, vagy 4 fül. És ott látszik, hogy mennyibe kerül. Értem. Jó. Nem, ez drága fából kell csinálni, apukám. Ez prémium jeli szekrény? Ez prémium jeli szekrény, igen. Ez rohadtó prémium jeli szekrény. Mennyi lenne a profitot rajta egy darabon? 11 000 az egészen. És mennyit csinálnál? 30 darabot. Pff, az nem éri meg. Jó, én mindegy, nem láttam, én... hogy ez ilyen. Bocsánat, nem láttam, nem hogy ez te ilyen. Te tehetsz róla, hogy ilyen. Játék, kaja. Azt hiszem, műanyag felhasználás kell hozzá? Igen, elég sok. Az. Még a műanyagiparunk nem. Jó, nagy maci. Van belőle drágább opció is. De azt hiszem, az varrás kell hozzá, nem? Igen. Tehát a varrás és a műanyagipar még nincsen meg. Jó, hát akkor gördeszkázzunk. A gördeszka az tuti, egy ezrest fizet, 15 000 lesz a profit 20 darabon, és föl tudnak venni 30 darabot. Az egy jó 21 000-es profit. Oké. Okay.
Azt nem mondhatjuk, hogy nem adtunk ki feladatot a rendszernek. Az én gépem ilyen 200 objektumnál kezd már meg így megkotlani. Mikor egy 200 produktot adok így. Így lazán? Aha. Majd ha gondolod, egyszer megmutatom neked, hogy milyen az én gyárom. Ismerlek, úgyhogy beteg. Termelni? Tud. Méghozzá igencsak hatékonyan. De az benne a pikantéri, hogy nem tudok egyetlen egy ilyen challenge-et se megvalósítani, mert szerintem túlsosan nagy a gyárterületem. Na, egy. Szerintem nem kellett volna még a... hát végül is. A kereslet miatt igazad van. Nem kell betartani. Lehet, hogy kicsit sok lesz a gördeszka, nem? Hát figyelj, nem tudom, hogy milyen időt élünk, hogyha 80-as évek, akkor akármilyet el tudsz adni. Ez igaz, de nem. Lehet, hogy így. Gördeszkából 30 egységre van igény, nem kell a másik 30-ast megcsinálni. Megkifizetted az alapanyagot. Igen? Igen. Most megy a szemétbe az alapanyag. De hát, és ha újraindítok valamit, akkor nem? Nem, akkor újra megveszi. Ezt mondjuk mondhatta volna korábban is a játék. Most már mindegy. Most már mindegy. Valamint igazgató. Ez nem kell nekünk is. Tőzeszer! Mi a gond? Iszok inkább szamócaírzű limonádé. Attól legalább pirosat pisilek. Dolgozzatok szerényen, híveim! Híveim az úrban. Az Béláim az úrban, nem? Elnézést. Na? Új market. De most állt földbe az izé. Hú, várjál, most már megint nézek az agy. Nézem, hogy... Nem. Ott az a szakállas. Basz meg, törpék vannak, mindegyik szakállas. A nők nem.